Huszár Géza tanítványai magabiztosan léphettek pályára az idény első tétmérkőzésén, hiszen labdarúgóink az edzőmérkőzéseken látványosan és eredményesen játszottak. A kupacsata első félideje kiegyenlített játékot hozott, és mindkét csapat előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, de hosszú ideig egyik gárda sem tudott betalálni. Az első játékrész hajrájában egy formás kövesdi támadás végén hamar Ádám került helyzetbe, és a lehetőséget sikerült gólra váltania a 38. percben. A bekapott gól után nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak. A szabolcsiak játékosa Orgován durva szabálytalanságot követett el Bagival szemben, amiért a játékvezető azonnal kiállította a 43. percben, így emberhátrányba került a hazai alakulat. A szünet után Vámosiék fölénybe kerültek, és Baginak köszönhetően ismét betaláltak ellenfelük kapujába a 60. percben. A második félidőben több nagy lehetőséget is kidolgoztak Lipuszék, azonban a helyzetek kimaradtak. Labdarúgóink a találkozó utolsó percében újabb ígéretes lehetőséget alakítottak ki, amit a csereként beálló Bogdány értékesített, így a mérkőzés 3-0-es mezőkövesdi győzelemmel ért véget. Együttesünk a magabiztos sikernek köszönhetően bejutott a következő körbe. A Magyar Kupa harmadik fordulójának mérkőzéseit szeptember 21-én fogják megrendezni. Augusztus 11-én megtartották a Liga Kupa sorsolását, melynek értelmében a Vasas ellen kezdi meg szereplését városunk felnőtt labdarúgó csapata. Együttesünk augusztus 31-én játssza le az első összecsapást a sorozatban, hazai környezetben. A hazai találkozó után kétszer idegenben, előbb a DVTK, majd a DVST Teva vendégeként lépnek pályára Bogdányék. Ezt követően fordított szereposztásban érkezik városunkba a két együttes, majd a csoportmérkőzések utolsó fordulójában a Vasas otthonába lépnek pályára Sivákék november 16-án. A résztvevők közül az 5 selejtező csoport győztese, illetve a 3 legjobb második jut a legjobb 8 közé. A csoportmérkőzések befejezését követően februárban folytatódik a sorozat. A Liga Kupa negyed döntőit február 22-én és március 7-én rendezik meg, az elődöntőre március 28-án és április 4-én kerül sor, míg a finálé április 18-án lesz. Augusztus 20-án megkezdi bajnoki szereplését városunk felnőtt labdarúgó csapata. Együttesünk a DVSC Deac gárdáját látja vendégül a Nesszángőri MB2 nyitófordulójában. Az első bajnoki találkozó érdekessége, hogy egy évvel ezelőtt szintén a hajdúsági gárda vendégeskedett Mezőkövesden a nyitómérkőzésen. A Kisloki ellen augusztus 20-án szombaton lépnek pályára labdarúgóink a városi sportpályán. A nagy érdeklődéssel várt mérkőzés 17:30-kor kezdődik.